testvérek, szeretett gyülekezet, kedves televízió képernyője előtt minket hallgató kedves testvérek, bizonyára hallottak már a kedves testvérek erről a pszichológusról, pszichiáterről, Carl Gustav Jung. Jung egy svájci orvos, pszichiáter volt. Református lelkész gyermek volt, és az édesanyjának az apukája is lelkész volt. Pszichoanalitikával foglalkozott Jung. Az egyik módszere a lelki folyamatoknak a megfejtésére az úgynevezett szó-asszociáció volt. Ennek az a lényege, hogy szavak hangzanak el egymás után, gyorsabban, és a válaszadásnak a sebessége, az érzületi reakció és tartalma árulkodó tud lenni a személy, a hallgató, a válaszadó lelki állapotáról. Most mi is tegyünk egy kísérletet ezzel a szó-asszociációval. Kétszer négy szót fogok most említeni, és arra kérem a kedves testvéreket, hogy figyeljék meg, hogy ez a négy-négy szó milyen érzületet várt ki, amikor meghallják ezeket a szavakat. Nézzük az első négy szót. Mire gondolnak a kedves testvérek, mit éreznek, amikor hallják ezt a négy szót? Így hangzik a négy szó. Tágas, széles, sok, járnak. Biztos, hogy volt bennünk valamilyen érzelem, indulat, amikor hallottuk ezt a négy szót. Az egészséges lélek ilyenkor ilyeneket érez, ilyenekre asszociál, hogy valami könnyű, valami biztonságos, akadálytalan. Jól tudok előre haladni. Valami olyasmit érzünk, amikor látunk egy hatalmas folyót, egy széles folyót, szépen lassan folydogál a medrében. Megnyugtatónak érezzük ezt a látványt. Most pedig nézzük és hallgassuk a másik négy szót, hogy mit érzünk, amikor halljuk. Szoros, keskeny, kevés, igyekezzetek. Most mit érzünk? Valószínűleg feszültséget érzünk, valószínűleg félelmet, és ez így természetes, mert valami keskeny, amikor sietnünk kell, akkor valóban ott van bennünk egy kicsit a félelem, hogy el fogok késni valahonnan. Bizonyára mindenki észrevette a kedves testvérek közül, hogy most Jézus szavait idéztem. A felolvasott igeversből raktam össze ezt a kétszer négy szót. És ha egészséges a lelkünk, akkor megfelelő módon asszociáltunk. És az Úr Jézusnak éppen ez a mai szándéka mindenki, vagy itt a templomban, hogy a televízió képernyője előtt ülve valamilyen reakciónk legyen. És ezt a reakciót várja tőlünk az Úr Jézus Krisztus. Ha nem akar a kárhozatba, a teljes, totális, fájdalmas megsemmisülésbe jutni, akkor annak az embernek most meg kell rendülnie a lelkében és a lelkének. Hogy vajon én, aki most ezt hallom, jó úton járok? Vajon a kárhozatba masírozó tömegbe tartozom? Csak eddig nem vettem arról tudomást, hogy az Úr Jézus Krisztus látja az én kis életemet? Nem tűnt fel, azt gondolom, hogy az Istennek nem tűnt fel az én élet trükkjeim? Szóval, szeretett testvéreim, vegyük komolyan, és vegyük magunkra nézve komolyan a felolvasott igét, ami így hangzik, menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz,
És sokan vannak, akik azon járnak, mert szoros ez a kapu, és keskeny ez az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Szent